Dicsőség az Úrnak, hogy megint itt vagyunk, tényleg, ja, mekkora kiváltság. Van egy Bibliánk, és félelemmel és rettegéssel állunk itt. Azt hiszem, hogy hétről hétre, mert nagyon fontos dolgokról beszélünk. Olyan dolgokról, amik, hogyha igazak, akkor az figyeljetek, az mindent jelent az életünkkel kapcsolatban. Úgy értem, az mindent megváltoztat, és ha nem igaz, akkor semmit sem jelent. És azt hiszem, hogy valahogy ilyen élesen kell gondolkodnunk az ígéről, ahogy olvassuk. Nem elég, hogy azt mondjuk, hogy ó, ez klassz volt, és ámen, hogy micsoda teológiai igazságokat jelentett ki nekem Szent Szellem, és ez nagyon nagy dolog, mert ez rengeteg embernek nincs meg, úgy értem, ez sincs meg. De azt hiszem, hogy ez még mind nem elég, mert arra van szükségünk, hogy azt az igazságot, amit kijelentett nekünk Istennek a szelleme, vagy Istennek a lelke, kinek ahogy tetszik, én szellemet fogok mondani, de a lélek is tök jó, úgyhogy az se hiba, hanem amit kijelentett nekem Istennek a szelleme, azt megragadom, és abban az összefüggésben, ahogy azt megláttam, azt elkezdem következetesen végig gondolni. Mi következik abból, amit megértettem? És azt hiszem, hogy itt van a lényeg a keresztény életünkben, hogy következetesen próbálom alkalmazni ezt a hitbeli igazságot, hit által, nem cselekedetek által, hanem újra és újra meggyőzöm magam erről az igazságról, és megpróbálom végig gondolni, hogy egészen végig gondolom, mi következik ebből. És Krisz így a dicsőítés alatt engem nagyon megáldott, micsoda gondolat, hogy a különbség Jézus. És tényleg voltunk egy gyülibe, Szívbunkerbe, nem titok. Tök jó volt a Gyuri pásztorral beszélgetni, egy igazi, szerető, laza fickó, és tudjátok, hogy aki a kegyelemre tekint, és a Szentírásban a hangsúlyt éppen úgy, ahogy Isten akaratában van, a kegyelemre teszi, az az ember kegyelmes szívű lesz. Aki Krisztusra néz és elfogadja Krisztusnak a szeretetét, az az ember szeretni fog. Az az ember, aki a törvényt szeretné látni a Szentírásban, ő törvénykezni fog. És aki a törvényt szeretné kiolvasni és alkalmazni, ő törvénykezni fog velem, és csak azt fogja nézni, hogy mi az, amiben különbözünk, mi az, ami elválaszt bennünket. És ennek nyoma sem volt ebben a gyülekezetben, nagyon jól éreztük magunkat. Úgyhogy egy tervről szeretnék ma beszélni, ez csak egy bevezető volt. Volt nekem egy üzenetem, talán több mint egy hónappal ezelőtt, az volt a cím, hogy a Krisztus titka. És ott beszéltünk különféle jelképekről, hogy mennyire fontos megértenünk azt, hogy... várjatok, nem imádkoztunk. Még ezt a mondatot befejezem. Mennyire fontos megértenünk, hogy mi történt a Teremtés könyvében, hogy mi történt az Édenkertben, hogy Isten mit miért tett, mi lett ennek a következménye, és mi a feloldása. Mert hogyha nincs feloldása, akkor bajban vagyunk. Úgy értem, akkor nekem itt most nem szabadna beszélnem, hogyha nincs megoldás az emberiség legnagyobb problémájára. Úgyhogy erről a tervről fogunk beszélni. És mindannyian ismerjük, de remélem, hogy egy ilyen friss módon fogunk ránézni. Oké? És akkor imádkozzunk. Mennyei Atyánk! Uram, Te legyél itt közöttünk, szeretnénk a Te gondolataidat hallani, a Te szíveddel élni, Te jellemedet csodálni. Jézus, Te vagy a különbség, Te vagy a különbség. És engedd meg, hogy bepillantsunk a titkaidba, amit nem tartottál titokba. Újíts meg minket, Uram! A régiek elmúltak, és minden újjá lett. Minden újjá lett. Bátoríts minket, Uram, bátoríts minket. Köszönjük ezeket az igéket. A Te nevedben, Jézus Krisztus. Amen. Oké. János 16:7. Itt kezdjük, hogyha megtalálom. János 16:7. Itt egy nagyon fontos kérdést tesznek fel a tanítványok. Egy olyan kérdést, amit a modern ember igazából nem fog feltenni, sőt, olyan messzire van tőle ez a kérdés, amennyire csak lehetséges. De én az igazat mondom nektek, ja oké, nem,
Azt hiszem, ja, bocsássatok meg, ez majd később jön, Márk 10. Márk 10, 26. És a tanítványokkal beszél Jézus, azok pedig még inkább csodálkoztak, mondván maguk között, kicsoda üdvözülhet tehát. Ez egy jó kérdés, igaz? A törvény rendszere alatt ki az, aki üdvözülhet? Amikor a római levélben azt olvassuk, hogy minden ember kivétel nélkül bűnös, és szűkölködik Isten dicsősége nélkül, és mindenki ítélet alatt van. Ez egy jó kérdés, ezt fel kellett volna tennem fiatalon, hogy én hogyan üdvözülhetek akkor? És Jézus egy elképesztő választ ad, egy olyan választ, amit hogyha megértettem volna régebben, akkor sokkal hamarabb közeledtem volna Jézushoz, sokkal hamarabb. Ezt mondja, Jézus pedig rájuk tekintve mondta, az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. Úgy értem, az esélytelenek nyugalmával várhattam volna, hogy Isten oldja meg helyettem, amit én nem tudok. Egyszerűen feketén-fehéren leírja, hogy semmit sem tehetek az üdvösségemért, az örök életért, hogy Isten békét kössön velem, hogy ki legyenek fizetve a bűneim, és pontosan ezért Isten mindig a fiúra irányítja a mi figyelmünket az írásokban. Például Jézus azt mondja a zsidó farizeusoknak, hogy ti az írásokban keresitek az örök életeteket, a Tórában, Mózes könyv, azt hiszitek, hogy ott van, de figyeljetek, azok rólam tesznek bizonyságot. Én vagyok a különbség, én Jézus. Figyeljetek, keressetek engem és éltek, ez már Ámos könyvében van. Szóval keressétek az Urat és élni fogtok. Úgy értem, hogy Isten életével. És nekem ez az élményem, hogy mióta az Ószövetségben, az ószövetségi jelképekben, a történetekben keresem Jézust, tényleg egy forradalom van a szívemben, ez a kegyelem forradalma, hogy bizony ott van, igazat beszélt Jézus, azok rólam tesznek bizonyságot, engem keres, és reményt kapsz, engem keres, és megérted, hogy én ki vagyok, és te ki vagy, és megérted, hogy el kell, hogy engedd azt az elképzelést, hogy akár nem hívőként, akár keresztényként, nélkülem bármilyen értelmes és elfogadható dolgot tenni tudsz az örök életért, az üdvösségedért, vagy azért, hogy megelégedetten és nem is tudom, betelve az élettel tudj innen távozni. Semmit sem tehetsz, úgy értem, semmit. És hogyha ezt megértetted, és feladtad azt, hogy a Bibliában azt keresgélt, hogy neked mit kell tenned, hogy neked hogy kell, neked és nekem hogy kell megfelelnünk, hogyha ezt feladtuk, akkor jó hosszan kifújva a levegőt, megkönnyebbülve kereshetjük, és csodálhatjuk Istennek a megoldását. Hogy Uram, de jó, hogy ezt nem nekem kell megcsinálni. Persze, hogy nem neked kell, úgysem tudnád. Úgy értem, esélytelen vagy. És gondoljatok bele, és ez nem az üzenet, csak egyszerűen nem tudom elkezdeni, mert rengeteg gondolatom van erről, de mindjárt belemegyünk az igébe. A zsidókhoz írt levél, 6-ba leszünk. Hogy itt van ez az Isten, aki, figyeljetek, ezt el tudjátok képzelni, ezt a hatalmat, hogy ő csak beszélt, csak megszólalt, és az univerzum elkezdett alakot ölteni. Az Androméda költ kirajzolódott, bolygók megjelentek, a Föld, az a kéz, amit mi átszegeztünk, az így a pályára állította a Földet. És így nem is tudom mennyivel, 105 000 km/h száguld a Föld. És az egyik tudós azt mondta, hogy ha nem létezne Isten, én rettegnék. És oké, ez az Isten, aki ilyen hatalmas volt, aki az utolsó atomig minden. Reggel mondtam a feleségemnek, fölveszem a nadrágomat, és ki kellett volna javítanod szívem, hogy az nem a tied. Ezt értitek? Az utolsó atomig minden Istené, a gatyám Istené. Ezt értitek? Én is az övé vagyok. Még akkor is, ha nem hiszek benne. Minden, ő az a végső tulajdonos. Úgy értem, a teljhatalmú úr, az utolsó atomig mindent ő hozott létre, ex nihilo, a semmiből. Mindennek az ura, mindennek. Figyelj, és tudod, ez a végtelen úr ugyan mivel tudnám elkápráztatni? Olyan ostoba és agyrepesztő gondolat
egy teljesen beteg elképzelés, hogy én ennek a minden tulajdonló végső hatalomnak bármit is oda tudnék adni. Bárhogy is tudnék tetszeni. Azt mondja a Szentírás, hogy a legjobb tettem olyan előtte, mint egy leprásról bottal lepiszkált rongy. Ezt mondja az írás, hogy semmivel nem tudok tetszeni neki, egy dolgot kivéve, a hit. A hit. Hogy ő hozott, ez a mindent betöltő szuperlény hozott egy áldozatot, hogy én odaadom az én egyetlen egyemet, érted, a fiút, akit én már akkor szerelemmel szerettem, amikor te még sehol nem voltál, amikor az univerzum még nem létezett. Szerelemmel szerettem az én egyetlen egyemet, és őt fogom, és odaadom érted. Mit akarsz tenni? Most komolyan, mit akarsz tenni értem? Mit? Öregem, hülyéskedsz velem, bocsánat a kifejezésért. Figyelj, vagy én teszek mindent érted, vagy nem fog megtörténni. Ha nem én teszem, az nem lesz elég jó. Az nem lesz elégséges. Vagy te mindent, vagy tudod, hogy akarsz megfelelni, hogy akarsz tetszeni nekem. Én egy nagy tervet készítettem. Erről szól az üzenet. Egy nagy tervet készítettem, még mielőtt elkezdtem volna beszélni, hogy legyen az univerzum. Én a vagyok, aki azt mondta, hogy legyen, egy tervet készítettem és kovácsoltam. Azért, mert annyira, és nem tudom, hogy ez így volt-e, de a Szentírásban nincs benne, és majd az Úr kijavít, de a Szent Háromság azt mondta, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, hogy élni jó. Úgy értem, élvezzük egymás társaságát, mi szeretjük egymást, egységben vagyunk. Micsoda fantasztikus dolog élni, igaz? És szeretnénk megosztani ezt valakivel. Szeretnénk egy családot, szeretnénk szerelmesek lenni. És alkossunk egy olyan lényt, amilyenek mi vagyunk. Alkossunk embert saját képünkre és hasonlatosságunkra. És aztán valamelyikük azt mondta, hogy ennek nagy ára lesz. És az Atya azt mondta, hogy igen, tudom. És a Fiú azt mondta, hogy én vállalnám, Atyám, hogy én ezt el fogom rendezni, mert megéri. Úgy értem, megéri. Te és én annyira számítottunk Istennek, hogy tudta azt Isten, hogy meg kell halni a Jelenések könyvében. Ugye a Jehova tanúi mindig megdöbbennek, amikor mutatom nekik a Jelenések 1:16-17-et, hogy én vagyok az élő, pedig halott voltam, és íme élek örökkön örökké. Hogy Istennek meg kellett halnia, hogy mi megszülethessünk. Hatalmas áldozatot vállalt, és azt mondta, hogy ez benne van a történetben, szabad akaratuk lesz, és ellenem fognak dönteni, de nem számít, mert én majd utánuk megyek, és a vége happy end lesz. Úgy értem, nem úgy, ahogy a rendőrök ülnek a moziba, azt nem mondom el ezt a viccet, de mégis, a rendőrök ülnek a moziba, és megszól az egyikük, nézik a filmet, hogy mindjárt jön a happy end, mire a másik, csak nehogy elénk üljön. Mindegy, bocsánat. Mindegy, ez necces volt. Nem számít, majd kivágjuk, nem tudom, megszavazzuk. De hogy azt hiszem, hogy így kell gondolkodnunk Istenről, és hogyha azt látjuk, hogy kicsoda Isten, elég nagynak feltételezzük, hitáltal elég nagynak látjuk őt, akkor azt hiszem, hogy nem tévesztjük el a saját jelentőségünket sem. Ugye, mert a Fiú a kereszten meghalt azért, hogy mi vele élhessünk az örökké valóságban. Zsidókhoz írt levél, 6. fejezet. És itt bajban vagyok, mert az egész zsidó levelet föl kéne olvasni, de nem fogjuk. Ez nem lesz hosszú üzenet. Kérlek, így maradjatok velem, mert ez zsidókhoz... Ja, persze, ez nem az. Zsidók. Zsidók 6:17 talán. Mert miért is az Isten kiválóban meg akarta mutatni az ígéret örököseinek, amik mi vagyunk, az Ábrahámmal kötött szövetség alapján, az nem csak a zsidó népet érintette, hanem az Ábrahámmal kötött isteni szövetség, az,
most is érvényben van mindazoknak, akik hisznek, ugye a hit által. Az ígéret örökösének az ő végzése változtathatatlan voltát esküvéssel lépett közbe, hogy két változtathatatlan tény által, amelyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen mi nekünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk lévő reménységet. És itt a két változtathatatlan tény, az egyik az, hogy Isten soha nem változtatja meg a szavát. Ez az egyik változtathatatlan tény. A másik tény pedig az, hogy ő megesküdött. Isten nem változik, nem gondolja meg magát, és ő megesküdött Ábrahámnak. Megesküdött, és azt mondta, hogy mindazok, akik hinni fognak bennem, azok a te áldásaidban részesülnek. És ez bátorító nekünk, mert biztosak lehetünk abban, hogy ezt a szövetséget Isten nem fogja megtörni. Ugyanis saját magára hivatkozott. Ábrahám aludt, ugye? Tudod, arra gondolsz, hogy mi a dolgod keresztényként. És itt a legnagyobb sztoriban, ahol áll vagy bukik az ígéret, ott az emberi főszereplő alszik. Úgy értem, ezt értitek? Ez egy marhasság. Már úgy értve, hogy értelmezhetetlen a számomra, aki meg akarok felelni Istennek, és azon tűnődöm, hogy hogyan tudnék benne maradni esetleg a szövetségbe. És Isten azt mondja, hogy ne viccelj, hát Ábrahám aludt. Én magamra esküdtem. Emlékeztek? Én vagyok a legnagyobb, a végső tulajdonos. És tudom, hogy te gyenge vagy. És figyelj, meg is fogom tapasztalni a te gyengességedet, mert én is emberré leszek. Nem a kispadról fogok beszélni. Úgyhogy én nem változom, és én megesküdtem neked. Úgyhogy ezt vasba öntheted. Úgy értem, nem kőbe, hanem vasba. Megesküdtem, és nem változom meg. És ez a mi reménységünk, megragadjuk az előttünk lévő reménységet, nem cselekszünk a reménységért, nem cselekszünk, hogy Istennek az ígéretébe benne maradjunk, hanem megragadjuk hit által ezt a reménységet, amely a lelkünknek, mint egy bátorságos és erős horgonya, és beljebb hatol a kárpitnál. És ez a templomnak a külső részét választotta el a szentek szentjétől, ahol volt a Fridláda eredetileg, és ott volt bent Istennek a jelenléte, és mindenki halálfia volt, aki oda bement, kivéve a főpap, egy évben egyszer, mindjárt fogunk róla beszélni, ahová útnyitóul bement értünk Jézus, aki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint. És nagyon érdekes, hogy nem Lévi rendje szerint, nem Áron rendje szerinti főpap lett Jézus. Ez nagyon érdekes dolog. És itt aztán folytatja a zsidó levél, mert ez a Melkisédek Sálem király a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozott, és őt megáldotta. És apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten fiához pap marad örökké. Ez Melkisédek Jézus Krisztusnak a képe. Ugye semmiből bukkan elő, és aztán eltűnik, alig van róla szó. Nincs, nem emberi tekintély, kente őt fel, nem emberi leszármazási vonala van, és egyébként Jézusnak emberi leszármazási vonala van, de tudjuk azt, hogy ő teljesen Isten volt, és teljesen ember volt, és ezt majd látni fogjuk a Biblián, Fridládának a képében. Úgyhogy nem a törvényt szolgáló lévita papságból származott Melkisédek. Ez egy nagyon fontos dolog. Ezért nem származott Jézus Lévinek a vérvonalából, ő Júdából származott. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor eljött a messiás, akkor ő elhatárolta magát a törvénytől, azt mondta, hogy én nem vagyok a jogutódja a törvénynek, vagy akik a törvényt szolgálták, mert ez most már egy új szövetség, ez a kegyelemnek a rendszere. Én valaki teljesen más vagyok. A főpapnak a képe, az ki lett ábrázolva, a bűnökért való áldozatot teljesen világosan látta Izrael. Úgy értem, hogy az értelmét azt annyira nem, de aztán később igen. Bocsánat, hogy csapongok, csak rengeteg minden jár az eszemben.
És ez volt a lényeg, hogy Jézus elkülönítette magát a törvény szolgálóitól, és azt mondta, hogy én valami egészen más miatt jöttem. És keresem, hogy még mit érdemes innen felolvasni. Ha tehát a lévita papság által lett volna a tökéletesség, mert a nép ez alatt nyerte a törvényt, ez a 11. vers, mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint, és ne az Áron rendje szerint. Mert a papság megváltoztatásával szükségképpen megváltozik a törvény is. Egy új pap jött, és azt mondta, hogy egy új törvényt vezetek be, egy új szövetséget, és ez a kegyelemnek lesz a szövetsége. Mert nyilvánvaló, hogy a mi úrunk Júdából támadott, amely nemzetségre nézve semmit sem szólott Mózes a papságról. És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkisédek hasonlatossága szerint áll elő más pap, aki nem testi parancsolatoknak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen, elpusztíthatatlan életnek az ereje szerint lett. Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, és ez a mózesi törvényről beszél, az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivel hogy erőtlen és haszontalan. Ugye miért erőtlen? Mert senki sem tudja betartani. Mint hogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet, ezt látjuk az áldozati rendszerben, ez nagyon érdekes, ugye évente kellett végezni mindenkinek az áldozást, és hihetetlen volt az, hogy már ott sem a cselekedetek által üdvözültek, vagy nem, ott nem üdvözültek, hanem nem cselekedetek által lettek egy évre elfogadhatóak újra Isten előtt, hanem odamentek, odament a zsidó férfi, aki teszem azt megcsalta a feleségét, meg lopott, meg adót csalt, nem tudom, ezt majd kivágjuk, és levágták azt az állatot, amit ő hozott Istennek, és Isten azt mondja, rendben van, erre az évre el van törölve a bűnöd. Semmi köze nem volt az ő jó cselekedeteinek az áldozati rendszerhez, hogy az áldozati rendszer ez felkészítette a zsidóságot arra, hogy egyszer jön egy tökéletes áldozat, akit szintén le fognak vágni. És egy jelentős különbség van ugye, hogy az egyszer is mindenkor, és erről fogunk olvasni. Nem kell további áldozat. És egyébként csak annyi, hogy Isten egyre közelebb jön hozzánk. Emlékeztek Mózesnek, mit mondott Isten, hogy amikor Mózes kérte őt, hogy Uram, én szeretnélek látni téged. Mózes mit mondott? Ide állítalak a sziklahasadékba, és eltakarlak a kezemmel, és amikor elvonulok előtted, akkor megnézhetsz hátulról. Oké, akkor megnézhetsz hátulról. És Mózes látta Isten köntösének a hátulját. A kereszten pár ezer évvel később pedig leszakítottuk a Isten válláról a köntösét, és sorsot vetettünk rá. És itt a különbség a törvény és a kegyelem rendszere. Az ítélet és a kegyelem. Isten azt mondta Mózesnek, hogy vedd le a sarudat, és ne gyere közelebb, mert szent földön vagy a csipkebokornál. Igaz? És azt látjuk az új szövetség, hogy Isten megmossa a tanítványok lábát, leveszi a sarujukat, és megmossa a lábukat. Hatalmas különbséget látunk, és nem azért, mert Isten megváltozott, hanem mindig ez volt a terv, hogy megmossa a lábunkat. Fel kellett készíteni, ő egyre közelebb szeretne jönni hozzánk, egyre közelebb. Amikor a főpap bement áldozni a szentek szentjébe előtte, egy héttel előtte ott kellett hagyni a családját. Nem érhetett senkihez. Az elméjét tréningeznie kellett, hogy nehogy bűnös gondolatai legyenek, és csak Istenen törhette a fejét. Értitek? A főpap. Meg kellett fürdenie, vigyázni kellett mindenre. Teljesen tisztának, sebb hely nem lehetett rajta, akkor le kellett váltani. Semmi, teljesen a ruháján kis túlzással nem lehetett porszem. Senki nem érhetett hozzá, nehogy beszennyezze. És mit látunk az új szövetségben? Az igazi főpap. Amikor hozzáértek a ruhájához, akkor meggyógyultak az emberek. Oké? A törvény, tudod, a bűn, az beszennyezte a főpapot. Itt a kegyelemnél pedig a főpap megtisztította az embereket a bűntől. Óriási különbség, hihetetlen váltás. Aztán
Ezért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindig él, hogy esedezzék értük. Mert ilyen főpap illett, ilyen főpap jár nekünk, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasságosabb lőn. Ugye csak egy hibátlan Isten volt képes fizetni értünk, egy ilyen Istenre volt szükségünk, aki elég erős volt hozzá, elég szent volt, hogy ki tudja fizetni a bűneinket. Akinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb a saját bűnéért vigyen áldozatot, azután a népért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga magát megáldozván. És mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde az örök tökéletes fiút. És itt látjuk azt, hogy ő ugye a főpapnak saját magáért is be kellett mutatni a áldozatot, de Jézus Krisztusnak nem kellett, mert ő bűntelen volt. Ugye nem a kereszten az egyszeri áldozata az örökké tökéletessé tett bennünket, mindazokat, akik hiszünk ő benne. És aztán tovább megyünk azt mondja, hogy nézzük. Hopp, ezt nem írtam fel. Oké. Ez most a zsidók 9. Annak okáért voltak ugyan az első szövetségnek is istentiszteleti rendtartásai, mint szintén világi szent helye. És a zsidó levél magyarázza ezt az áldozati rendszert, és azt mutatja meg, ahogy Isten leváltja a bűnökért való évenkénti áldozatot, leváltja Jézus Krisztus egyszeri tökéletes áldozatává, és próbálja nekünk magyarázni nagyon hosszan, nagyon részletesen, hogy ne próbáljunk a bűnért áldozni, mert az megtörtént egyszer és mindenkorra. És egyébként nem értették meg a zsidók, mert Krisztus halála és feltámadása után tovább folyt az áldozat. Gondoljatok bele, megtörtént, ha jól tudjuk, és stimmel az időszámítás, itt vannak egyébként így különböző verziók, de ha minden igaz, akkor Krisztus után 33-ban volt a kereszt halála Krisztusnak, és aztán egészen 70-ig tovább folytatták a zsidók az áldozást. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, mintha mi se történt volna. És ugye 70-ben meg lerombolták a templomot Titusnak a csapatai, hogy Isten üzent, ez az ő üzenete volt, hogy arra már nincs szükség. Ezt próbáltam elmagyarázni, még 40 évig engedtem, és aztán utána Isten hagyta, hogy a rómaiak lerombolják. Az egy ítélet volt. És annak okáért voltak, hogy oké, mert sátor építetett az első, amelyben volt a gyertyatartó, amely az asztal és a kenyerek felrakása, ezt nevezték szent helynek. Ugye volt a sátor a pusztában, mert mindig, ahogy vándoroltak, össze kellett rakni a sátrat, összecsomagolták, tovább mentek, aztán a következő táborhelyen megint fölépítették. És nem tudom, meddig táboroztak egy helyen. És itt azt mondja, hogy melyben volt az aranyfüstölő oltár, és a szövetség ládája beborítva mindenfelül arannyal, ebben a mannás aranykorsó és áron kihajtott veszély, meg a szövetség táblái. És erről a múltkor már beszéltünk, de a Fridláda egy elképesztő dolog volt. Ugye, ha jól tudom, akkor milyen fából? Sittim fából kellett készíteni. Ez, figyeljetek, én azt gondoltam, utána néztem, azt gondoltam, hogy ez egy nagyon különleges fa volt. Hogy hát annak kellett lennie, hogyha Isten szövetség ládáját ebből készítették, de nem. Úgy értem, ez egy akácféle, sivatagba jól megél, egy homokos talajon, sivatag, egy közönséges fa tulajdonképpen. És ez be volt borítva arannyal, a sittim fa, és meg voltak adva a méretek. És a fa, az az egész Fridláda Jézus Krisztusnak a képe. Ugye a fa az ő emberi mi voltát jelképezi, a fa a Bibliában az embernek az egyik képe, és az arany pedig Istennek a képe. Tehát ő teljesen ember volt, és teljesen Isten volt. És a Fridláda szimbolizálta. A Fridláda tetejét egyetlen arany lemezből kellett vernie az ötvösnek, aki készítette. És azt mondják,
hogy ez azt jelképezte, hogy Krisztusnak összetörték a testét. És a Fridláda tetején voltak a kérubok, amik az Édenkertben oltalmazták az örök életnek a fáját. Ugye talán emlékeztek, hogy beszéltünk erről, hogy Isten az embert megoltalmazta a bukás után attól, hogy örök életet nyerjen az örök élet fájáról, hogy ne kelljen Istentől való elválasztottságban is egy nyomorult lelki ismerettel leélnie, vagy nem leélnie, hanem tölteni az örökké valóságot. Ezért kérubokat rendelt oda, és meg tulajdonképpen az embert védelmezte meg az örök élettől, hogy ne ebben az állapotban kapjanak üdvösséget. És itt volt, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos tiltása volt Istennek, hogy az embert nem engedi az örök élet közelébe ebben az állapotban, mert nem csak a Fridlánán voltak kérubok, hanem a Szentek Szentjében, ha jól értettük a méreteket, akkor 2 darab 4,5 méteres kérub volt, hatalmas szárnyakat terjesztettek ki, és azok alatt volt a láda. És ez még nem elég, hanem a Szentek Szentjét és a templomot elválasztó kárpiton is kérubok voltak. Tehát ők őrizték Isten jelenlétét, ők őrizték az örök életet. Isten jelenléte nyilván az örök életet is jelenti. És mi volt a ládában? Benne volt a mannás aranykorsó, érdekes a kép, az élet kenyere, Krisztus, és Isten gondviselése egyébként, amit megvetettek a zsidók. Mert egy idő után zúgolódtak, hát ez a manna már megint, ez egy Isten ellenes lázadás volt, megvetették Isten gondviselését, aztán Áron kihajtott vesszeje, ez egy lázadás volt a főpapi rend ellen. Ugye ez baj volt, mert csak a tökéletes főpap tudja megváltani a népet. Tehát ez egy második lázadás volt, és aztán benne volt még ugye a szövetség táblái, amik a pusztában Izrael megismételte Ádámnak a bűnét. Izrael pont úgy bukott el, mint az Édenkertben Ádám. Ugye Ádám és Éva gyakorlatilag törvényt követeltek maguknak, hogy a jó és a gonosz tudásának a birtokába kerüljenek. És a sínai hegyen is azt mondták, hogy nem akarunk Istennel találkozni, hanem inkább ő mondja meg, hogy mit kell tennünk, és majd megtesszük. És Isten hangot vált, és azt mondta, oké, akkor csináljuk így. És leküldte a törvényt, és nem Isten adta a törvényt, hanem Mózessel küldte le a törvényt. És megismétlődött az, ami az Édenkerti bukás. Úgyhogy a Fridládában a Izrael 3 lázadását jelképező dolog volt beletéve, és a fedelet senki emberfia nem emelhette meg. Ugye nem lehetett belenézni, nem lehetett, tehát hozzá se érhettél. Azért, mert ez az irgalom széke volt. Ez az irgalom széke volt. És Isten azt mondja, hogy az összes lázadásotokért én fizetek. Én vállalom a felelősséget. Én takarom be. Én óvlak meg benneteket. Az Édenkertben a fő felelősnek Sátánt. Az első felelősként Sátánt jelentette ki Isten, aztán szólt Ádám még felelősségéről a szabad akarat miatt, de azt mondta Isten, hogy aki igazán a felelősséget vállalom, az én leszek. És egyből ott van az ígérete, hogy majd az asszony magva a kígyó fejére fog taposni. Úgyhogy én vállalom a felelősséget mindezért, és én fogom kifizetni ezeket a bűnöket, amiket sehogy máshogy nem lehetne. És aztán, amikor azt mondja, hogy a másodikban azonban, a Szentek Szentjében egy-egy évben egyszer csak maga a főpap ment be vérrel, magáért és a nép bűneiért áldozni. Ezt jelentette ki ez a Szent Szellem, hogy még nem nyílt meg a szentély útja, fennállván még az első sátor. Krisztus pedig megjelent, ez a 11. vers, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, és nem bakok és túlkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra, a szentélybe örök váltságot szerezve. Bakok és túlkok vére. Nagyon, nagyon érdekes, ma olvastam, hogy 2 bak közül kellett választani. Tudjátok, a bűnbak. Volt a bűnbak is.
két bak közül kellett választani, hogy melyiket vágják le. Ismerős? Jézus és Barabás. Nagyon érdekes, hogy még erre is figyeltek, hogy fel volt ajánlva a népnek, hogy választhatnak, hogy kit engedjenek el. Ugye Pilátus ezt mondta, és aztán ott volt a két bak, akik közül választott a főpap, hogy melyiket fogják levágni, és melyiknek viszik be a vérét a szentek szentjébe. Igen, mert a másikat meg kiengedték a falakon kívül, és Jézus Krisztus is a falakon kívül szenvedett. Úgyhogy az ószövetségi előképek azok azt mutatják, hogy Istennek nagyon fontos volt az, hogy megértsük, hogy miről van szó. Megértsük az ő neki ezt a hatalmas, grandiózus tervét, ami a mi megszabadításunk, és olyan nehezen értjük. És aztán mennyivel inkább Krisztusnak a vére, mennyivel hatásosabb, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlan Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Mindjárt fogunk erről beszélni. Ezt a részt keresem. Oké, erről majd mindjárt beszélünk. És nagyon érdekes dolog történt, hogy amikor a kereszten Jézus Krisztus meghalt, akkor a kárpit ketté hasadt. Ugye a kérubokkal mindennel együtt, ez egy nagyon, múltkor beszéltem róla, hogy ez egy nagyon vastag szövésű, nehéz anyag volt, ez ketté nyílt a saját súlyától, és mindenki belátott a szentek szentjébe. És azt hiszem, hogy erről is beszéltünk, hogy Isten már 600 évvel Krisztus előtt elkezdte magyarázni, hogy változás következik. Azért, mert a babiloni fogságra vitel előtt a frigyláda eltűnt. És vitatkoznak rajta sokan, hogy hová tűnt, én is több emberrel beszéltem, ebben az még Izraelben is beszélgettünk erről, és van, aki több verzió van, egyesek szerint a frigyláda most is ott van, a Mória hegynek a gyomrába. Ugye a templom, az a rabbik azt mondják, hogy ez az univerzumnak a sarokköve. Hogy e köré építette fel Isten az univerzumot. Hogy az a központi hely, az univerzum közepén jártunk. Azon a sziklán akarta Ábrahám feláldozni Istennek Izsákot. És e fölé építették fel a szentek szentjét, és a frigyláda ezen a sziklán állt rajta. És sokan azt mondják, hogy Jeremiás próféta, tudva azt előre a proféciákból, hogy a babiloniaiak, sikerült, hurrá, meg fogják szállni Jeruzsálemet és lerombolják, hogy ezért egy előre elkészített ilyen mini kis szentélybe vitték le, ami pontosan a kő alatt helyezkedik el, nem tudom mennyivel, 10-20 méterrel. És oda zárták be. Egyesek azt állítják, több rabbi, hogy azt hiszem a 60-as vagy 70-es években látták a ládát, amikor bent jártak ebbe az alagútba. Én is láttam az alagút bejáratát, ami el van falazva jelenleg, nem lehet bemenni. Sok mindent mondanak, hogy miért nem lenne jó, ha a ládát előhoznák, hogy az világháború lenne, vagy valami ilyesmi. Nem tudjuk, mi az igazság, fogalmam sincs. Egy biztos, hogy 600 évig úgy folyt az áldozat, hogy nem volt frigyláda. Nekem ez újdonság volt, én ezt nemrég értettem meg. És hihetetlen, mert Isten nem javította ki a zsidókat. Nem mondta azt, hogy várjatok, ez így nem szabályszerű, mert a láda tetejére kell hinteni a vért. És egyébként úgy volt a szabály, hogy ha jól tudom, akkor 7-szer hintették a vért, 6-szor a láda felé csak, és 1-szer a láda tetejére. Nem tudom, hogy biztosak ezek a számok, de nagyjából ez volt, tehát a láda felé is kellett hinteni a vért. Az egésznek az a lényeg, hogy 600 éven keresztül a kősziklára hintették a vért. A kősziklára. És ez Krisztusnak az előképe. Hogy Isten gondoskodott megfelelő előképről, felkészítésről. És azt mondják a rabbik, hogy azért csinálták ezt, mert tudták, hogy ott van alatt a láda. És hogy a láda felé hintették a vért. És nem tudjuk, hogy ez igaz, talán egyszer kiderül. De Jeremiás könyvében ott van, hogy nem készítik el újra, és nem látogatják meg, nem mennek többé oda a ládához. Ez egy profécia. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy Krisztusra mutatott már ez is. És amikor szétnyílt a kárpit, akkor beláttál, és ott volt a szikla. A
kőszikla, Krisztus a kőszikla, szellemi kőszikla, akiből itt, akiből víz folyt a pusztában, akinek az igéjén állva, kősziklán áll a lábunk. Minden őróla szól. Szétrepett a kárpit, és Isten azt mondta, hogy megnyílt az út, amit én soha nem akartam tőletek elválasztani, eltiltani, vagy megtiltani. És azért kárpit van itt, és nem falazat, a szentek szentjét és a templomot, nem kőfal, nem ajtószárnyak, nyitható ajtószárnyak választották el, hanem csak egy kárpit. Ez egy ideglenes dolog volt, hogy neked és nekem el kellett válnunk. Ez csak egy ideglenes dolog volt. De én teszek róla, ne félj, én elvégzem, én megmentelek, én szeretlek téged. És aztán talán befejezésnek János 16, de sosem értettem egyébként ezt az igét. Ezt talán most értettem meg. Na, lehet, hogy csak nevetni fogtok rajta, mert nektek világos volt. De Jézus itt búcsúzik a tanítványoktól, és már pár percünk maradt. Jézus búcsúzik a tanítványoktól. El tudjátok képzelni, hogy ott volt velük 3,5 évet, együtt lógtak, együtt ettek, mindent együtt csináltak, és Jézus búcsúzik, és szomorúak voltak, le voltak sújtva. És próbálja őket vigasztalni, és azt mondja. És közben egy nagyon fontos információt mond. Ez a 16:7. De én az igazat mondom nektek, jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jöjj el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt hozzátok. És ezt így annyira nem értettem, aztán csak így megértettem, hogy Krisztusnak el kellett mennie, föl kellett mennie a mennybe, hogy a saját vérét fölvigye az atyának, és a mennyei szentek szentjébe is bemenjen, és meghintse a mennyei frigyládát, a jelenlétet, ami nem tudom mi, van róla a gondolatom, ezt most nem fogom megosztani, mert kicsit bizonytalan vagyok benne, de nagyon izgalmas, ahogy az ember próbálja kutatni az írásokat, és imádkozik, és Isten mond dolgokat, de ennek meg kell érnie, lehet, hogy majd beszélünk róla, hogy ez mi lehetett ez a szentek szentje valójában a mennybe. Nagyon izgalmas. Egy biztos, hogy ő fölment, és azt mondja Jézus, hogy figyeljetek, ha nem megyek fel a mennybe, és ezt nem teszem meg, akkor Isten szelleme nem fog eljönni hozzátok. Azért, mert akkor nem vagytok megváltva. Az atyát nem, még nem engeszteltem ki. Ha ez megtörténik, és az atya rábólint, hogy ez elégséges, és én kiengeszteltem magammal a világot, ahogy mondja a Szentírás, akkor figyeljetek, a kárpi tényleg ketté hasadt, tényleg nincs köztünk, közted és köztem nincs több és semmiféle elválasztó vonal. A fiú bemutatta az áldozatot, én rábólintottam, köszönöm, hogy megtetted, dicsőséges volt, te kifizetted a kifizethetetlent, és én elküldöm a harmadik szemét. Én kiterveltem, mondja az atya, a fiú végrehajtotta a megváltást, és Szent Szellem pecsételi azokat az embereket, és tanítja, akik ebbe a szövetségbe, az ábrahámi szövetségbe, az új szövetségbe szeretnének belépni. És a Szent Szellem eljön, és azt mondja, hogy elvezet benneteket minden igazságra. Úgy értem, hogy velem kapcsolatban, a Szentírással kapcsolatban segít értelmezni, ott lesz veletek az életetekben, és vigasztalni fog bennetek. Ez a paraklétosz, vigasztaló, pártfogó, védőügyvéd. Erre van szükségünk, nem? Nekem sokszor vigasztalásra van szükségem. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Nekem vigasztalásra, nekem arra van szükségem, hogy valaki pártfogoljon. A pártfogás, hogy stabil támaszt találni, azt mondja a görög, támasztékon állni, megtámasztani a karjaimat, amikor így összecsuklanék, vagy nem tudom. Úgyhogy figyeljetek, az egész üzenetnek a lényeg, hogy a nagy terv, ez, hogy Istennek annyira fontos volt a megváltásunk, annyira fontos voltál te személy szerint, és én, hogy te azt még el tudom hinni, de hogyha magamra gondolok, az necces, úgy értem, még én is, de ez van, még én is. Annyira fontos voltam neki, hogy egy grandiózus teret és időt átívelő tervet kovácsolt, még mielőtt Sátán elbukott volna, még mielőtt az első bolygó megjelent volna az univerzumban, ő egy örökké való tervet kovácsolt, és figyeld, az egészet leírta nekünk. És akkor felhördülhetnék, hogy te jó ég, hát ez Sátán is olvassa.
Persze, nem olvassa, kívülről tudja, és mégsem tehet semmit, azért, mert mindeneknek az Ura sokkal hatalmasabb nála. És néha beszélgetünk, hogy van egy ellenségünk, és ez nem titok, ugye Sátán és a bukott angyalok, de hogy, és erről beszéltünk most bibliaiskolás során, hogy és ez az utolsó gondolat, hogy van egy ellenség, én nem szeretek róla beszélni, mert ő hiú, és szereti, ha róla van szó, úgyhogy ezt nem fogom megtenni neki, hanem csak azt szeretném mondani, hogy nincs igazi küzdelem. Oké? Sátán és Isten között, ezt csak ő szeretné láttatni a világgal. És ő mutatkozik be, hogy ő erős, és hogy a hell energiaital, hogy a pokol ereje, meg mit tudom én, Hell's Angels, a pokol angyalai, és a pokolhoz kötötte az erőt. Ezt értitek? Isten pedig a gyenge. Hogy van az a magyar dal, hogy főnököm az az Isten, szárnya van, de ereje nincsen. Értitek? Isten gyenge, Sátán meg erős, és van egy brutális küzdelem köztük, ahol Isten megizzad, hisz van egy kép az interneten, szkandereznek, és Istennek remeg a keze. Ezt felejtsétek el, nincs igazi küzdelem. Ő csak megengedi, hogy Sátán létezze, mindössze megengedi. Oké, az ő kegyelmében, mert használja ezt a bukott angyalt. Csak használja. Sátának azért dobog a szíve már, ha van neki, mert nem tudom, hogy egy angyal hogy működik, mert Isten megengedi. Csak Isten megengedi. És aztán nem Isten fogja legyőzni, hanem egy angyal. Azt lehet, hogy Mihály, nem tudom. Egyszerűen csak megkötözi, és bedobják a tűztóba, ami nem tudom, hogy mi. De csak nincs igazi küzdelem. Figyelj, nagyobb, aki velünk van, aki bennünk van, mint aki a világban van. Nincs küzdelem. A küzdelem eldőlt 2000 éve a kereszten, és mi győztünk. Úgy értem, győztünk. És ez azért történt így, mert Isten mindent elvégzett. Úgy értem, mindent. Mindent ő tett. És neked és nekem egy dolgunk van, hogy ezt elhiggyük. Elhiggyük, és az ő megváltását, megigazítását, megszentelését, azt elismerjük magunkra nézve, és minél inkább gondolkodom rajta, minél, nem is tudom, Peti beszélt erről, vagy valamelyikünk, hogy mi megvalljuk, szájjal, szívvel hiszünk az igazságra, és ahogy beszélünk, arról teszünk bizonyságot, hogy üdvösségünk van. Hogy Isten azt mondta, hogy igen a megváltásra, és én mondok erre egy áment. Igen, mondja Isten, és én azt mondom, hogy ámen. És minél több áment mondok Istennek a tengernyi igenére, annál inkább meggyökerezik a szívemben micsoda? A remény, a meggyőződés, az, hogy én ki vagyok, hogy mit jelent embernek lenni, hogy kicsoda Isten, hogy milyen csodák várnak rám, mert ha azt hiszed, és nem tudom, én néha belenézek a tükörbe, és látom, hogy öregszem, és ketyeg az idő, és aztán elkezdek szorongani, vagy elkezdek, de jó volt, amikor még 20 évvel ezelőtt voltam, és aztán eszembe átkattam valami, és azt mondom, hogy de jó, az idő nekem dolgozik. Ez még csak a kezdet, még el se kezdődött. El se kezdődött. Van igazi reményünk, mert Isten szeret minket, hogy örökké való, és hogyha te hittél benne, te is örökké való vagy. Amen. Köszönjük. Csak Úrunk, köszönjük ezt a nagy tervet. Micsoda megoldás, Uram. Sose hittük volna. És kérünk, hogy erősíts meg bennünket ebben a hitünkben. A Te ígéd igazság, Uram. Köszönjük, hogy vízen járhatunk veled. Hogyha süllyednénk is, akkor meg tudjuk ragadni a Te kezedet. Köszönjük, Jézus, hogy itt éltél közöttünk, hogy nem szégyelsz bennünket a testvéreidnek hívni, hogy az örököseid vagyunk, uralkodók és papok, titkoknak a tudói. Világosság ebben a sötét világban. És ha úgy vagy itt, vagy úgy nézed ezt a felvételt, hogy még ez a nagy terv nem érintette meg az életedet, ha még nem vagy megváltva, ha bűntudat gyötör, kevésnek érzed magad, szégyenben élsz. Ha úgy gondolod, hogy nincs értelme az életednek, akkor szeretném mondani, hogy van remény, és csak egy karnyújtásnyira van tőled. Mindig is ott volt. Ragad meg
hit által, csak így tudod, ha el akarod érni, bárhogy más, hogy nem lesz a tiéd. Csak higgy benne, aki hisz én bennem, annak örök élete van, azt mondja az Úr, és ő nem változik, és ő megesküdött. Úgyhogy fogadd el hit által, mondd neki, Jézus, bűnös ember vagyok, szükségem van a megváltásodra, hiszek neked, hiszek benned, hiszem, hogy a kereszten te fizettél értem. Köszönöm neked, hogy megbocsájtottál, köszönöm, hogy örök életet adtál. Gyere, gyere a szívembe, kérlek, változtass meg az életemet. Köszönöm, hiszek benned, Jézus, te nevedben. Amen. És hogyha elmondtad ezt az imát, akkor a Biblia alapján örök életet nyertél. És kérlek, hogyha ezt nézed és megtetted, akkor írd nekünk, gyere el, látogass meg bennünket, Facebook oldalunkon kapcsolatban tudunk lenni, és gyertek, legyünk együtt ebben a nagy kalandban, Isten megismerésében. Amen. Köszönöm szépen.